Sziasztok! Ismét itt vagyok veletek, és ismét egy beauty videó következik. Hát visszatérünk egy kicsit a haj témához, mert azt gondolom, hogy az én esetemben ez kimeríthetetlen terep. Köszönöm szépen, nagyon sokan írtatok a hajfestéses videó óta, rengeteg kérdés volt, remélem, hogy sokaknak segítettünk, de hogyha még mindig ragad bennetek valami, akkor tényleg ne habozzatok keresni az Instagramon, Facebookon, YouTube-on, bárhol. Nagyon szívesen válaszolok én is, és ha valamire nem tudnám a választ, hát itt van velem Beus, aki aztán tényleg mindenben profi és tud nektek segíteni. A mai videónk az a kedvenc hajápolási termékeimről fog szólni. Rengeteg hajam van, nagyon száraz, nagyon vastag szálú. Azon szoktunk poénkodni a Beussal, hogyha ezt, amit mind az asztalon van, azt mind a hajamra egyszerre rátennénk, akkor tudja, hogy azt is beszívne. Ez nem is egy rossz ötlet egyébként, tehát egy videóban kipróbálnánk, hogy azt, amit mondjuk egy hívőn elhasználtak, azt kipróbáljuk az én hajamra. Hogy tényleg mindent beszív, az összes vitamint, az összes ásványi anyagot, de hát azért persze észszerűen használom ezeket, és most szeretném megosztani veletek is, hogy mi az, aminek köszönhetően ilyen szép, fényes és egészséges a hajam, természetesen Beus kezei mellett. Hát mondom a kedvencemet, amire nagyon-nagyon hosszú idő után találtunk rá, de azt gondolom, hogy ez tényleg olyan termék, hogy ugye nekem találták volna ki. Ez a L'Oréal-nak a Profiber sérült hajra való termékcsaládja, ugye jól mondom? Igen, tökéletesen. Ez a szuper kis lila készítmény, és akkor itt van a samponja, amit minden alkalommal használunk. Ennek van egy szuper pakolása. Itt van az a készítmény, amit mindig hajmosás után vizesen kenünk a hajamra, és ettől még puhább és csillogóbb lesz a hajom. Aztán a Beus elárulja nektek, hogy mi az, ami miért ez tényleg ennyire szuper a száraz, sérült hajú emberek számára. Ez egy olyan molekula együttes tartalmaz tulajdonképpen, ami kívülről és belülről is tudja, tehát kettős hatással tudja hidratálni a haját. Ugye egyrészt, hogyha kívülről nézzük a hajszálat, akkor ad egy olyan fajta bevonatot, ami sokkal puhábbá teszi a hajadat sejmes napításúval, és ugye sokkal fényesebb is lesz. Másfelől ugye sokkal mélyebbre hatóan is be tud épülni ez a haj, a hatóanyag a hajadba, és ezáltal van az, hogy belülről is abszolút ezt a hidratáltságot megkapja a hajad. Ami még nagyon-nagyon fantasztikus, hogy bár ugye neked folyamatosan ápoljuk és kezeljük a hajadat, de egy ilyen esetben, hogyha valakinek nincsen erre ide, vagy nem teheti meg, akkor abszolút kivitelezhető azt, hogy mondjuk 5-6 hajmosáson keresztül, vagy héten keresztül is abszolút megtalálható benne, és ugyanúgy érezhető a hatása. És amit nem is említettem még nektek, ami szerintem mi csajok szempontjából nagyon-nagyon fontos a választásnak, hogy brutálisan jó az illata. Tehát ilyenkor, amikor rajta van frissen, akkor én kimegyek és imádom így mozgatni a fejemet, meg a szellő, hogyha megfújja, akkor olyan, mint egy parfüm lenne rajta, úgyhogy tényleg tiszta szívből ajánlom. Úgyhogy tényleg tiszta szívből ajánlom nektek is, hogy próbáljátok ki. És itt van az a termék, ami tényleg nekem a best of, és anélkül én egy tapottat sem megyek sehova. Hát ez pedig a hajápoló olaj, ahogy említettük nektek, tényleg nagyon erős és száraz, dehidratált a hajam, és hát a Kerasztáznak az Elixir Ultim hajápolója az, amit végül megtaláltam, ebből is a legerősebbet kellett választanunk nekem. Alapesetben tényleg egy-két cseppet kell a hajatokra kenni, akár szárítás előtt, akár szárítás után, vagy csak reggelente lefekvés előtt, amikor kicsit úgy érzitek, hogy nem elég puha és sermes a hajatok. Azoknak a lányoknak ajánlom, mert ti is sokan vagytok, nagyon sokan kerestek, nagyon sok félvér lány él már Magyarországon, akiknek tényleg hasonló a hajtípusa, mint nekem. Hát én azért 3-4 nyomásnyit szoktam rá egy alkalommal tenni, de tökéletesen beszívja, nincsen ragacsos érzésem, nem zsírosodik tőle egyáltalán a hajam, úgyhogy tiszta szívből ajánlom nektek ezt, és ennyi. Szóval, hogy ez egy nagyon jó termék. A legeslegjobb tulajdonsága továbbá az, hogy nem lesz összes a hajatok tőle, miután használtátok. Ugye nagyon sokszor van olyan szituáció, amikor soknak érzitek azt, hogy pakolást tegyetek a hajatokra, de mondjuk egy kondicionáló vagy egy balzsam kevés lenne. Ilyen esetben én mindig azt szoktam mondani, hogy mondjuk vagy egy hővédőt kiegészítve, vagy önmagában, ugye mivel ennek is nagyon jó tápláló hatása is van, nagyon jól leszedi a szöszöket, könnyebb kipésülni vele, meg kiszárítani a hajatokat, és gyönyörű fényt ad, tehát nagyon-nagyon szép fényes lesz a hajatok tőle, és nagyon puha és fényes. És ha már a szöszökről van szó, akkor itt van a következő versenyzőnk is.
Őt akkor szoktam használni, amikor csofot akarok készíteni magamnak, ugyanis ugye alapvetően nagyon göndör a hajam, erről majd egy másik videóban fogok nektek mesélni, de amikor összekötöm, akkor a rengeteg kis baba hajaink elől önálló életre kell, és jelzik, hogy igen, ők is itt vannak a világon, na akkor van ez a Loral Playball, amit megfogok, eloszthatok a kezemben, és bekenem, mielőtt összecofoznám már akkor is. Először fésűvel már akkor húzok rajta egyet, megnézem, hogy mennyire sikerült elsimítanom. Aztán miután összecofoztam, akkor még teszek egy keveset a tenyerembe, és azt is eloszlatom. Persze ilyenkor már azért óvatosan bárok vele, mert azt sem szeretném, hogy zsíros hatást érjek el, hanem azt a fényes hatást, amit mindenki szerintem vár akkor, amikor egy jó kis cofot készít magának, és tökéletes arra, nem állnak ki a rakoncátlan tincsek, puha lesz szintén tőle a hajam, és el tudok menni, hogyha nincs nagyon orkán, vagy nem keverenek tornádóba, akkor tudni, hogy az egész este, vagy az egész nappal kitart ez a szuper fényes és sima hatás, amit szerintem mindannyian várunk egy coptól. Tökéletes megoldás abban az esetben, nagyon sok ilyen kis szöszös babahajatok van, főleg itt elő kontúrban, mert ugye minden csajszi ezzel szokott szenvedni. Ami nagyon jó, hogy ez igazából nem egy ilyen nagyon kemény krém, tehát nem úgy képzeljétek el, mintha például a pasitoknak a vaxát rákennétek a hajatokra, mert ugye általában azok vagy ilyen agyagosabb, vagy ilyen nagyon-nagyon ilyen zsíros hatású vaxok szoktak lenni. Ez egy nagyon könnyed ilyen texturizáló krém tulajdonképpen. Tök egyszerűen fel lehet vinni a hajatokra és el lehet osztatni. Az a lényeg az egésznek, hogy nagyon-nagyon mérsékelten és kevés adagonként kell, mielőtt itt tényleg, amit a Ticsi is mondott, hogy ilyen bezsírosítaná a hajatokat. Nagyon egyszerűen ki lehet mosni a hajból, tehát attól se kell félnetek, hogy ez így nagyon benne maradna, vagy beleragadna. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, legyen szép napotok! Sziasztok!